is lehet látni, hogy a kommunista demokratává, ugye mellett ez zajlott nyilván a felszínen. De, és az ebből ezt azért láttuk a kommunista. Hát ezen emlékszem, gimnazista voltam abban az időben, de azért emlékszem azokra a keserédes mondatokra, a szüleimtől is, meg így a tévéből is itt az ember elkapott egy-egy gondolatot, hogy nagyjából azt mindenki látta, hogy az elvtársak azok átmentik saját magukat. Elég hamar kiderült az is, hogy a politikai tőkéjüket átkonvertálják gazdasági tőkévé. Elég hamar nyilvánvaló lett éppen tegnap a Magyar Világ Szövetsége, mire tartottam előadást, és Petrosevics Anna eljött az előadásra, és hát mondjuk az ő történetük is hihetetlenül dramatikus volt abban az időben, hiszen ráadásul az jól látható volt annak, aki illetően figyelte a híradásokat, hiszen a felszínen, ahogy a politikai elit átmentette magát a rendszerváltás túloldalára, az úgy történt, hogy nyilván demokratának akarták magukat eladni, magyarán egy valódi szociáldemokrata párt hihetetlen akadályt jelentett ebben. Ha csak belegondolnak abban, hogy mi történik a politikai rendszerváltás megalapozásaként, hogy kezdődik, ugye itt a nagy éve és 1956 megítélése az első olyan pártpolitikai kérdés, amivel a pártnak felső vezetés nagyon-nagyon komolyan foglalkozik, mert 87-88-tól, mert érzik azt, hogy hát akarják menteni a kapcsolatrendszerüket, önmagukat, akkor szükségük van egy demokratikus legitimációra, amit pedig a szociáldemokrácia tudna nyújtani egy baloldali pártnak. Egyébként nagy rém, mert ha valaki távol van a kommunistáktól, az mi a szociáldemokrácia. De hogy, és ezt az utat úgy megtalálják, hogy ezt meg tudják tenni, ehhez azt kellett, hogy valamiféle reform kommunistához visszanyúlni, akiben már felfedezik a szociáldemokrata erélyeket, hogy ezzel lett Nagy Imre képe, aki tőzsdőkeres kommunista volt, az utolsó pillanatáig hitű kommunista volt, de az ő reform kommunista narratív
média is levonik, magyarán nem lesz mögöttük az a hivatali védőháló, amely eddig védte őket, és amely Ericsson eddig a parancsokat adta. Ugye az állambiztonsági hálózat tagjai megkapták az eligazítást akkor is, hogy a nem hivatásos állományban voltak, hanem akár ügynökök, STX-ek, hivatásos kapcsolatok, vagy csak alkalmi kapcsolatai voltak az állambiztonsági rendszeret, mindig meg voltak a kijelölt feladatok, amit el kellett végezni, de ha már nincs ez a szervezet, akkor kiadja a parancsot nyilván senki. Ezért van szükség arra, hogy felépítsenek és megfuttassanak olyan embereket még idejében, amik hatalmuk van hozzá, akik aztán a rendszer összeomlása után már az új intézményrendszeren belül különböző civil területek, elsősorban persze a médiában befolyást tudnak szerezni, nevük van, befolyásolni tudnak továbbra is, és nagyon jól tudják, hogy nem is kell egy parancshoz, hogy konkrétan mit kell csinálni, hiszen sem a saját érdekük az, hogy az őket felépítő kapcsolatrendszer, az virágozzék, tehát egymást kell tulajdonképpen segíteni, mert ha egymást segítjük, akkor saját magunk egzisztenciáját is hosszú távra be tudjuk betonozni. És tulajdonképpen, ha vele gondolnak, ez történik, a rendszerváltás után szinte, vagy a rendszerváltoztatás pillanatában szinte a választás után megkezdődik azonnal a médiaháború, és nagyon jól tudjuk, hogy a teljes magyar médiát pontosan ez az állambiztonsági elit viszi hosszú-hosszú évekig, egyedül amúgy van tulajdonképpen a rendszerváltás után a médiában. De ennél is, hát ez mondjuk a média sípja, amit mezőjában nagyon sokat lehet erről olvasni, de még van ennél is egy véleményem szerint, bár elfogult vagyok a saját kutatásaimmal, tehát egy sokkal fontosabb sík, és ez a gazdaság. És azért tartom a legfontosabbnak a rendszerváltásnak ezt a vetületét, mert nyilván önálló nemzetgazdaság nélkül egy szuverén gazdaság nélkül nem létezik egy országnak szuverenitása politikai értelemben sem. És egyértelmű, hogy nem kaptuk vissza a gazdasági szuverenitást a rendszerváltás idején. Ugye akkor ezt nem sokan ismerték fel, csak néhányan voltak azok, akik tisztán látták, hogy mi folyik. Például Csurka István jól ismert, Bohója jönnek, majd mennek a tankok, jönnek a bankok. És gyakorlatilag akkor, hogy pontosan ez mit jelent, ezt nagyon kevesen értették, és pontosan az az átmentett média birodalom, azok az átmentett állambiztonsági hálózatok a médián belül, akik viszont tisztában voltak azzal, hogy mit és miért kell védeniük, azok teljesen megtámadtak egy ilyen kijelentést, tehát Csurkát hihetetlen módon járatták le, volt onnantól kezdve minden leginkább ugye antiszemita, és teljesen kitejtelenítették mindazt, amit mondott. Ez egy jól megtervezett és jól felépített lejárató hagyjárat volt ellene, ugyanazokat a technikákat használta egyébként a média esetben, mint amit az állambiztonsági apparátus használt a kádári diktatúra idején. Ugye mi történik a gazdaságban? Tegnap felolvastam a Világszövetség előadásán egy idézetet Bogár Lászlótól, talán most is felolvasom, mert ez nagyon-nagyon sokat mond. Bogár László 2014-ben publikálta ezt az eszéjét. 2014-ben, amikor az SZDSZ hivatalosan befejezte politikai pályafutását. És SZDSZ-felintés a cím ennek az eszének, és egy olyan eszét olvasnám fel, amely kifejezetten a rendszerváltoztatásnak egy ikonikus pillanatát idézi fel, méghozzá 1989. június 16-án a Nagy Imre féle temetésről szól ez az idézet. Vásárhelyi Miklós, a ceremónia legfelső irányítója, aggodalmaskodva előzetesen látni akarta a veszélyet, de Orbán Viktor ezt megtagadta. Nyilván kihúzta volna belőle a szovjet csapatok kivonásának követelését. Védi máig is Orbán Viktor, ez azonban tévedés.
Azért, mert attól tartott, hogy az ifjú Orbán Viktor majd azt fogja követelni a jövő nemzedéke nevében, hogy semmiféle birodalmi függésből nem kérünk a továbbiakban, tehát, hogy miként Csurka István fogalmazott, nem igazán szeretnénk, hogy a moszkvai húskampóról a washingtoni húskampóra akasszanak át minket a nagy globális húsüzemben. Ez azonban szerencsére, amit Vásárhelyi és a globális esztény szerencsére nem következett be, tehát Orbán Viktor még csak nem is utalt arra a híres beszédében, hogy általában a birodalmakból, illetve a birodalmi függésből és főként a kifosztásból kezd elegünk lenni. Vásárhelyi kuncogva azt is hozzátette, hogy a szovjet birodalomnak verbálisan neki menni akkor 1989 nyarán már teljesen kockázatmentes tett volt, amihez semmilyen bátorság nem kellett. Egyszerűen azért nem, mert a színfalak mögött akkor már minden alapvető kérdés lényeg eldőlt, ám a beszédhez kapcsolódó hamis mitológia máig is segíti a globális SZDSZ zavartalan hatalom gyakorlását. Tehát azért ezek nagyon kőkemény mondatok, nincsen okomban megkérdőjelezzem Bogár László igazságát, mert miért találunk ki egy ilyen történetet. Azért ez a részlet azt mutatja, hogy az a fajta gazdasági hatalomátmentés, aminek a levét isszuk idestól a több mint 30 éve, az nem véletlenül történt, nem a rendszerváltoztató értelmiségnek a naivitásától, vagy naivitásából, hanem igenis volt egy olyan jól körülhatárolható értelmiségi csoport Magyarországon, akik nagyon is jól tudták, hogy mi történik, és nem csak úgy jól tudták, hogy mi történik, hanem kifejezetten asszisztáltak ezekhez a történésekhez, és hogy Bogár László meg is nevezte, hogy ez az az értelmiségi kör, az a holdudvar, akik az SZDSZ köré csoportosultak a rendszerváltoztatás éveiben. Gyakorlatilag az történt a rendszerváltoztatás pillanatában, hogy volt egy társadalmi igény, amelyet a rendszerváltó értelmiség egy része jó hiszeműen megpróbált végrehajtani. Ez a társadalmi igény az volt, hogy hagyjuk magunk mögött a kommunizmus, legyen végre szabad választás, legyen végre egy demokratikus berendezkedés. Magyarán, hogyha ezt elméletben akarom megfogalmazni, akkor az történt, hogy levontotta ez a rendszerváltoztató értelmiség a diktatúra intézményrendszerét, és felépített egy másik, egy demokratikus intézményrendszert. Csak az volt benne a bibi, amiről ők nem tudtak, csak egy az elég a rendszerváltoztató értelmiség egy kis csoportja tudta és sejtette csak mindezt, hogy nem a pártállami hierarchia kezében volt már ekkor a hatalom. A pártállami hierarchia nem volt már kezdeményező ezekben az időben, majd visszaugrok az időben, és akkor röviden megpróbálom felvázolni, hogy hol veszítette el véleményem szerint a pártállami hierarchia valódi hatalmat a kezéből, és ekkor már a kezdeményező szerep, a tényleges hatalom hálózatok kezében volt. Milyen hálózatok? Természetesen, ha azt mondanánk, hogy globális pénzügyi hálózatok, akkor még ez a fogalom nem annyira élt, de azt mondhatom, hogy multinacionális cégek, különböző bankhálózatok, tehát egy pénzpiaci érdekcsoport kezében volt az irányítás, hogy ezer szálon hálózták be a magyar gazdaságot már a 80-as évek második felére teljesen. Náluk volt a valódi hatalom, náluk volt a valódi kezdeményező szerep. Innentől kezdve a pártállami elit kiemelkedése a hatalomból tulajdonképpen csak járóképesnek tekinthető, mert ezekhez a hálózatokhoz semmi az égedét a világon nem nyúlt. És ez úgy is volt kitalálva, hogy ne is nyúljon senki. Nem véletlen, hogy egy olyan párti, olyan hatalom alternatívát, vagy egy politikai elit alternatívát akartak adni a magyar választók elé, vagy rakni, aki ezt a
és egyébként meg pontosan azzal, hogy ezek a hálózatok, akár a médiában, akár a pénzügyi területen érintetlenek maradtak, a hatalom, a tényleges hatalom az ő kezükben volt. De hogy alakulhatott az ki, hogy létrejött a 80-as évek második felére ez a fajta politikai tér Magyarországon, akik ráadásul úgy állították be magukat, mint a radikális ellenzék. Ugye úgy tüntette föl magát az SZDSZ akkoriban, mint a radikális antikommunista ellenzék. Magyarán hogyan tudtak felépíteni egy olyan politikai alternatívát, ami hivatalosan a pártállami diktatúrával erősen szembeálltak. Ugye ez is csak egy narratíva volt, most egyáltalán nem álltak erősen szemben, nagyon jól tudjuk ma már, hogy ezek az emberek ettől eddig a pártállami hierarchia magas pozícióiban lévő családoktól érkeztek. Rengeteg állambiztonsági tész, rengeteg külkeres vezető és pártállami hierarchia felső fokai ülő emberek csemetéről van szó, akik ráadásul a 70-es években a szüleik ellen való lázadásból adódóan szélsőbalról támadták Kádárt, tehát maoisták voltak, tehát innen jutottak el, a szélsőbaltól jutottak el az úgynevezett radikális antikommunizmusig, ami nyilvánvalóan csak egy álca volt, egy jól kitalált és jól felépített álca. De mégis hogy jutottunk el odáig, hogy külföldről ilyen pénzügyi hálózatok tudták befolyásolni Magyarországon a politikai folyamatokat, a rendszerváltoztatást. És hogy lehet az, hogy ilyen mértékben feltehetően csak Magyarországon történhetett meg mindez, félretés teljesen nyilván ugyanúgy piacoknak tekintették az összes többi blokkbeli államot, a nyugati pénzügyi központot, ugyanúgy meg akarták szerezni a gazdasági befolyást ott is, de azért az a mértékben, hogy Magyarországon sikerült neki, sehol máshol nem történhetett meg. Nyilván itt nagyon messze kellene a gyökereket föltárva visszaugranunk, ami idő hiányában lehetetlen, de nagyon tömören fogalmazva azt tudom mondani, hogy azért, mert a mi kommunista pártvezetésünk egy dologban, egy tekintetben tökéletesen különbözött az összes többitől. És az a patriotizmus, a nacionalizmus, a nemzeti érzelem tökéletes hiánya. Véletlenül sem árnyékolta le az ő gondolkodásukat ilyesmi. Innentől kezdve ők voltak a leginkább alkalmasak arra, hogy kiszolgáltassák a hazájukat. És erre a nyugati pénzügyi, a nyugati cégek, a kapitalista tőkés vállalatok, akiknek egyetlen egy szempontjuk van a profit szerzés, ezt elég hamar felismerték a saját érdekeiknek megfelelően. Egyébként a Kádár idején kezdődik meg, tehát a Kádár rendszerrel kezdődik meg, ez az igazi nagy pénzszivattyú, vagy indul meg ez a pénzszivattyú, amivel kiszivattyúzzák hazából a tőkét, és ennek is elég összetett okai vannak, hogy miért akkor. Tehát maga a rendszer az kiépült már 45 után, mert a tőkekaput képzett Magyarországon két világrend között. Viszont ennek a tőkekapnak a nagybani működtetése az Kádár rendszer idején indul meg. Több oka is van. Én részben, ami nagyon fájdalmas kimondani, de 1956, mert egyszerűen a szovjetek kezére olyan adót tett a magyar szabadságharcosok, a magyar hősök véle, amit ők szemfelelően ki is használtak. Ugyanis a magyar nép átmenetileg 1956 után a nyugati társadalom szemével egyet jelentett a szabadság küzdelemmel. Hihetetlenül felértékelődött egy nyugati ember szemében a magyarság. És ezt a kilátástalan küzdelmet, amit a pesti srácok folytattak, ezt a nyugati ember nem könnyen felejtette el. És a szovjet titkos szolgálat ezt felismerve rájött arra, hogy ha saját érdekeiket akarják képviselni nyugaton, akkor nagyon jól lehet használni a magyarokat erre, mert a magyar mérnökök, a magyar különböző szakemberek,
És ez nem csak azzal járt, hogy az ipari kémkedés, a kommunista kiátszása egyre inkább a mi feladatunk lett, ami iszonyú mennyiségű tőkét emésztett egyébként fel. A 80-as években a kommunisták termékeinek, kommunistás termékeinek legnagyobb beszállítója Moszkvára, ez Magyarország volt, persze ezt is mi fedeztük anyagilag, de ez csak a kisebbik része. Igazán az történik, hogy erre ráépülve, erre a kapcsolatrendszer ráépülve egy olyan korrupciós hálózat alakul ki a két világban, mondjuk Magyarország és a nyugati nagy gazdaságilag erős országok között, amely nem épül ki a többi kelet-európai országgal. Magyarországon az a fajta pártelit, akiknek semmiféle nemzeti érzelem nem árnyékoltak be a profitéségét, azok elkezdték építeni a külkereskedelem fedésében ezt a korrupciós hálózatot. Ennek a részletezésében nem megyek bele, mert ha önök hallották már előadást, hogy könyökökön jön ki nekem is, de az a lényeg, hogy ezzel a külkereskedelmi mechanizmussal épülő korrupciós hálózat gyakorlatilag lefölözte nem csak a magyar külkereskedelem teljes hasznát, hanem gyakorlatilag kiszivattyúzta az életerőt ebből az országból. És ennek a korrupciós hálózatnak a helyi ágensei, azok a magyarországi külkereskedelmi vállalatok vezetői, egy titkos szolgálati szakemberek, néhány ember a pártelitből, bankár, világ prominensei, ezek olyan kapcsolatrendszerekkel rendelkeztek már a 70-es évekre nyugaton, amely gyakorlatilag nem egyszerűen csak lehetőségeket adott a kezükbe, hanem egzisztenciális függésbe kerültek tőlük. Hiába a szovjet megszállás, hiába a kommunista diktatúra jelenléte Magyarországon, ezeknek az embereknek a jövője, a saját egyéni egzisztenciája nem Moszkvától függött, hanem ezektől a nyugati pénzügyi központoktól. Gyakorlatilag az ő katonáik voltak már a 70-es évekre egészen biztosan. És hogy számos ilyen példát lehet mondani, hogy 72-ben egy olyan jogszabályt sikerül meghozniuk, vagy Magyarországon életben léptetni, ami legálisá teszi az offshore-ozást, teljesen egyedülálló. Tehát egy szovjet blokkban több hasonló rendelkezés nincsen. A románok próbálkoztak hasonlóval, de pont az ellentétje volt a lényeg, hogy megpróbálták a nyugati tőkét behívni Romániába. Nem sok sikerrel egyébként, de ez volt a célja a hasonló rendeletnek. Magyarországon nem ez volt a cél, és nem erre szolgált a rendelet, hanem kifejezetten azt könnyítette meg, hogy Magyarországról lehessen offshore-ba kivinni a vagyonokat, a tőkét. Tehát van egy ilyen korrupciós elitünk, és ezt felismeri a 70-es évek végére az Egyesült Államok politikai vezetése is. Már akkor a CIA-nak vannak olyan elemzései, amelyek egyébként saját vállalkozásoknak, saját amerikai nagyvállalatoknak ilyen politikai helyzet és gazdasági helyzetjelentéseket csinálnak rendszeresen, és ez ma már kutatható, és ezekben olvasható, hogy nagyon propagálják a magyar a vállalatokkal, a magyar állami vállalatokkal való kapcsolatot, és nagyon a propagálják, hogy amennyiben lehet, az amerikai tőkések oda fektessenek be, tehát a blokkból leginkább Magyarországot ajánlják. Miért? Érdekes, mert korábban Amerikának és Magyarországnak nem nagyon volt kapcsolata egymással, gazdasági sem. A 70-es évek vége előtt Amerika és Magyarország viszonya rendkívül rossz volt. Magyarországnak volt a legrosszabb politikai viszonya az Egyesült Államokhoz, azok országai közül. Tehát tényleg minimálisak voltak az együttműködések, igen, de Amerika rájön, hogy az összes többi kommunista párt vezetés a blokkból, azok azért elsősorban nacionalisták. Tehát, hogy bármennyire az internacionalista, szocialista eszme, azért a saját országuk érdekeit mégiscsak valamelyest előtérbe helyezik. Ugye két országgal volt jó kapcsolat Amerikának, akkor ebben az egyik Lengyelország, a másik pedig Románia. De hát Romániában Ceausescu már a sovinizmusig erőltette, ugye
is tud kihozni, még ha keveset is. De hát a román sovinizmus, terjedő nacionalizmus gátolta az amerikai profit érdekeit. Lengyelországgal meg az volt a helyzet, hogy ott viszont a mély katolicizmus volt az, ami megvédte a lengyel társadalmat, és ezen keresztül valamennyire korlátok közé állította a lengyel kommunista pártot is, de hát ott is a patriotizmus élő maradt a lengyel társadalomban. Tehát velük se tudtak mit kezdeni az amerikaiak. Ellenben itt volt Magyarországon semmi ilyesmi nem ütköztek, tehát nem kellett ilyen apró akadályokat leküzdeni. Tehát Amerika elkezd figyelni a 70-es évek második felétől Magyarországnak. És ennek van előképe egyébként, már Cyrus Eaton volt az első amerikai multimilliárdos, aki rájött arra, hogy mekkora gazdasági lehetőség van, Stalin halála után vagyunk egyébként a 50-es évek közepén, hogy a két nagyhatalom közötti gazdasági kapcsolatok érintésében micsoda lehetőségek vannak, de arra is rájött, hogy pontosan 56 miatt az amerikai társadalom mélységesen ellenáll, és megveti így dönt ezért, és mindenféle módon próbálja akadályozni ezeket a gazdasági kapcsolatokat, és akkor rájövítünk, hogy az a kulcsa az orosz-amerikai és szovjet-amerikai gazdasági együttműködésnek, hogy Kádárt szalonképessé kell tenni. Mert ha Kádárt szalonképessé tesszük, felépítjük az úgynevezett gulyás kommunizmus narratíváját és a jó Kádár atyáknak a képét, onnantól kezdve az amerikai társadalom majd megengedő lesz a kommunista országokkal való gazdasági kapcsolatok kiépítésével, és ez meg is kezdi. Cyrus Eaton az első, aki nagyon komoly, hatalmas médiabirodalma van egyébként, vagy médiabirodalma volt Amerikában, és meg is kezdte ennek a Kádárnak a felépítését, hogy a gulyás kommunizmus narratíváját hogy kitalált, aki pontosan én gyanítom, hogy a cél lehetett a majd legalábbis az ő köveiből jött az ötlet, de hát erre a nyugati társadalmas média nagyon komolyan bevő volt, és először nyugaton építették föl ennek a narratíváját, amit egyébként a magyar történelem oktatás mai napig bőszen használ, pedig ennél nagyobb hazugság, kevés van a korszakot illetően. Tehát ki a felépíti ezt a gulyás kommunista narratívát, Kádár lesz a jó vezető, aki a leginkább elfogadott lesz Nyugat-Európában az összes többi kommunista vezető közül. Tehát megvan teremtve, tulajdonképpen a tereprendezés megkezdődik az új gyarmatosítás előtt, a nyugati társadalmak meg vannak nyugtatva, hogy hát Magyarország ez egy kivételünk lehet, Magyarországgal lehet együttműködni, mert hát ez már majdnem kapitalista ország, tulajdonképpen itt már vallásszabadságban nincs egyházüldözés, nincsenek politikai foglyok a börtönökben. Úgyhogy felépül ez a narratíva, és megkezdődnek a gazdasági kapcsolatok. Nagyon érdekes, hogy először az a külkereskedelmi elit, akiről én oly sokat írtam, az ellenáll. És azért áll ellenednek, mert ők nyugatnémet cégeknek a korrupciós kötelékében dolgoznak. És a nyugatnémet cégek még többet hajlandók fizetni azért, hogy ne legyen már konkurenciája ezen a piacon, de amerikai cégek nem annyira jöjjenek el, úgyhogy itt van egy nagyon komoly lobbyharc, ami egyébként szerintem politikai gyilkosságokba is torkolik, de nagyon érdekes, hogy a Wiley Miller esete, nem mondom, hogy ez politikai
És nem csak politikai szinten kezdett az Egyesült Államok kapcsolatokat építeni, hanem azzal a soft power-rel is, ma ezt már ilyen bevett szóhasználat, amivel a kulturális életet akarta már a 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől jelentősen befolyásolni. És ekkor találtak rá egyébként Acél Györgyre, azzal is számtalan olyan dokumentumot, ami azt igazolja, hogy ezek az amerikai nagytőkések nem biztos, hogy szájos szinten, mert ő azt hiszem addig a meghal, valahogy a 70-es évekre ő meghal, de van más ilyen filantróp, milliárdos üzletember Amerikában, aki a helyére áll, elkezd helyette Magyarországnak járkálni, Aaron Hammer, aki még Berlinnek a jó címórája volt, elég idős már ekkor, de még jól bírja magát, és amelyszor Magyarországra látogat, nem csak a Soros Györgyöt néhány nappal később megjelent nála
kutatást a előző években, és ez a azok előbb-utóbb politikai hatalomba is fognak kerülni, hogy ez az MDF kormány csak
Istennel fogalma nem volt arra, hogy a háttérben mi zajlik. Ő is beállt ebbe a követelés hiába, tehát nyilván volt ennek egyfajta spontaneitása, de az, hogy az első pillanatban rátelepedett, és nem csak az SZDSZ telepedett rá, hanem mind a titkos szolgálatok is, ez nem kérdés. Tehát, hogy ebben benne volt a CIA-tól kezdve a Mossadon át, oly sok mindenféle titkos hálózat, ez egészen biztos. De nem sikerült megmutatni az MDF-et, lehet, hogy nem azért nem sikerült, mert elvédeztek, vagy inkább szerintem azért, mert rájöttek, hogy ez a kormányzat úgyis fog, de 94-ben akárki vezeti most a kormányt, és inkább hagyták ennek a kifutását, hogy akkor 94-ben majd talán stabilabban jutnak a kormányra. És ugye a következménye mindennek, amit elmondtam, ennek a hihetetlen befolyásolás szerzésnek, az, hogy Magyarország úgy kerül ki a rendszerváltásból, amely az összes többi borszocialista országra nem jellemző, nem mondhatja el magáról. És mégis miben vagyunk mi az első soroló? Magyarország az egyetlen ország, ahol kísérletben nem történik reprivatizációval. Föl sem merül a kérdés a rendszerváltás után első kormány idején, hogy legyen részleges privatizáció. Visszaadjuk-e olyan földeket, kastélyokat, stb., ami még visszaadható, és adott esetben a család is még elérhető. Nem volt rá kísérlet. Nem volt kísérlet, de volt kísérlet igazságszeretételre, de tudjuk az első kanyarban elhasználták az igazságtételi törvényt. Végképp nem volt elszámoltatás. Magyarország az egyetlen olyan ország, aki nem kérte, hogy az államadósságot legalább átütemezzék, vagy részben elengedjék. Ez is nagyon érdekes, hogy én úgy tudom, meg úgy tudtam, hogy történész, hogy semmiféle tárgyalást nem kezdeményeztek erről. Boros Imre mondta, hogy a voltak tárgyalások. Ez meglepett, rákérdeztem, hogy pontosan ez most mire is gondol, és azt válaszolta, hogy hát voltak olyan bankok, hitelező bankok, akik eljöttek a kormányhoz, és odajánlották, hogy belemennek tárgyalásokba, átütemezés, elengedés kapcsán. És a magyar kormány ezt mondta, hogy köszönjük szépen, nem. Antal József, ugye azt mondta, hogy úgy ilyen fizet. Na most ez megint egy olyan kérdés, ami egy, nem tudom, kinyit egy egész pokol kapuját nyitja meg, olyan mélységei lehetnek, hiszen amikor csak így százal elmondjuk ezt a mondatot, akkor, hogy úgy ember fizet, akkor fölmerül bennünk a dű, a kétségbeesés arra, hogy gondolunk, hogy ilyen csak egy hazaláról mondta, tehát hogy jön ez elő. És hát nyilván emögött azok az előtt lehetnek, tehát olyan szűk mozgástere lehetett a kormánynak, nem tudom, hogy mit tudhatott erről akkor az MDR vezetése, mit tudhatott erről akkor Antal József, és azt sem tudom, hogy miért nem kommunikálták egyáltalán, de valószínűleg most már itt jön az ideje, hogy akik még élnek, azok elmeséljék, hogy pontosan mi is történt ott 90 után, ahogy rádöbbentek ennek a szűk mozgástérnek a jelenlétére, de hát reméljük, hogy ezt meg fogják tenni előbb-utóbb. És még azt is szokták mondani, azért nem érdekel szóba az adósság átütemezést, mert hogy magában akkor voltunk eladósodva. Persze ez ennek is a vizsgálatban megérne egy kis időt, mert Fekete János szerint aztán véletlenül csinált. Ez egy nagyon tudatos kör volt, akitől a Fekete János fölvette ezeket a hiteleket. Ez egy jól körülhatárolható. Mondhatom azt, hogy Fekete János akár személyes kapcsolatrendszerén múlott, hogy mely bankoktól vett fel hitelt az ország. De sem magyarázott arra, hogy miért nem voltak tárgyalások, ugyanis Bulgárián sem nem hasonló volt az adósság állománya, mégis tudtak elkezdeni ezt a tárgyalást, és valami eredményt el is értek. És hát sorolhatnám még tovább, nem ott vagyon lehet, tehát úgy kezdték el a privatizációkat, illetve már egy olyan spontánnak nevezett szabadrablást is, hogy nem tiszték meg, hogy mi van a Sümerészban, ami szintén
legnagyobb vesztes az egész világon, a középmezőnyben van Magyarország, hát Európában messze vezetünk minden más országgal szemben. Ez a 247 milliárd dollár, erre a 30 évre levetítve azt jelenti, hogy ez a 30 év alatt megtermelt magyar nemzeti vagyonnak a harmada, vagyis minden harmadik évben a teljes magyar társadalom ennek az offshore hálózatban dolgozott. De ne legyenek kérdései. 2010 az nem egy olyan határvonal, hogy akkor fejeződött be ez a fajta offshore-ozás Magyarország vonatkozásában, ez pusztán azt az évet jelöli, ameddig ez a brit civil szervezet gyűjtötte az adatokat. Nyilvánvaló, hogy 2010 után nem lett elvágva ez a pénzszivattyú, vagy ennek az útja. 2018-ban például Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere, a Kalmán-szigetek volt még mindig, és az első 10 kereskedelmi partner között szinte az összes nagy offshore-ban, ami csak föl van sorolva. Magyarán ez a fajta offshore hálózat működik. Éppen Szentpányi Ágnessel volt egy beszélgetésünk, kettőnk volt itt az egyik sátorban, és akkor ott arról beszélgettük, hogy mi lehet a megoldás. Nem tudom, de az biztos, hogy beszélni kell ezekről a dolgokról, beszélni kell azokról az adatokról, amit szintén kevesen tudnak, és most nem fogom tudni, mert nincs nekem, nem tudom, hogy Ágnessel a teremben, azokat az adatokat olvassuk le itt is, hát ha nem volt ott mindenki a két órás előadáson, az is hallja, aki nem volt ott. Ezek olyan adatok, amelyek azt mutatják, hogy az elmúlt másfél évtizedben Magyarország milyen szinten maradt el a környező országoktól, tehát a volt szocialista országok között. És nem tudom, oda megyek az adatokért. Az enyém. A lényeg az, hogy a Kádár rendszer 30 évét, 1960-tól 90-ig, és a demokratikus kormányok kapitalista rendszerét 1990 és 2010 között megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az akkori fejlődés az 150%-os volt, jövedelem fejlődésről van szó, míg a demokráciában csak 54%-os, tehát háromszor gyorsabban fejlődött jövedelemben a Kádár rendszer alatt, ahol tudjuk, hogy mennyire adott fizetett volt a magyar ember, a munkájával, milyen kicsi miért kapott, ennek ellenére a GDP-vel megnézve az elmúlt 30 évben, tehát 90-től 2010-ig, ez sajnos csak egy harmadik a Kádár fejlődésnek. A másik, hogy mert most sokat adatból csak mint fejből föl tudok hozni, hogy összehasonlítva a rendszerűen csináltam, hát bennem, én nem közgazdász vagyok, csak én is rettentő fontosnak tartom, hogy Zsuzsa, hogy a pénztől függ az országnak az egészségi állapot, a demográfia, az életkorok hosszúsága, stb. Tehát ha elvonják a pénzt, akkor az ország nem tud fejlődni, hát ez nagyon izgalmas, tudom, hogy mit tudok hallgatni. És amit számokat még egy-kettőt bemondanék, hogy 2009 és 2022 között, tehát ez majdnem a Fidesz kormány időszakára vonatkozik, 13 év alatt a két gyerekes magyar családok 122 millió forintot jövedelmet kaptak. Az a döbbenet, hogy az összes ország, a észtek, tettek, litvánok, tehát mindenki jóval többet kapott. Képzeljük el, hogyha jól emlékszem, a cseh 74 millió forinttal, a szlovákok, akik a felvidék, ugye 40 millió forinttal többet kapott egy szlovák kétgyermekes család, ez alatt a 13 év alatt 2009 és 2022 között, mint egy magyar család. A szlovénok azok 127 millió forinttal kaptak többet. Egy család, tehát 122 milliót kaptunk, egy család, ennyi a jövedelem, és a szlovénok 127, de még több, 360 millió. És ha nézzük
az, hogy a szlovákok most vásárolják fel a házakat környékén, azt, amit nem mondtam ma, de akkor már a Miskolc környékén eladnak egy lakást 20 millióért Kassán, és vesznek egy házat 6 millióért Magyarországon, ez egy hír volt, 4 év felújítják, és 10 millió zsebükben van, és most már Rajnán és Győrnél is jönnek be. Tehát annyival több a szlovákoknak is a jövedelme, 40 millió forintról van szó, Kárpát egyszerűen nekem hozzam, hogy a lengyelek ugyanazt a GDP-t állítják elő, mint mi, és ők 20 millió forinttal többet kapnak. Hát hogy lehet az, hogy akkor ugyanannyit állítják?